Idén első alkalommal tartotta meg összejövetelét a Mezőgépgyártók Országos Szövetsége Szekszárdon. Nagyon fontos dolognak tartjuk azt, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben szakmai dolgokról beszélgethessenek a partnerek. Ez a Mezőgazdasági Gépgyártók Szövetségének egy országos szervezet a rendezvénye, aminek a helyszínt a Ferre Patent Kft., illetve Szabó Sándor barátunk biztosította. Szükség van arra, hogy próbáljanak a partnerek a gazdasági lehetőségeikről, a megoldásokról beszélni. Hiszen komoly kihívások előtt áll Magyarország gazdasága, ezzel együtt pedig a mezőgazdasági gépgyártók is. Azonban a nehézségek mellett azért lehetőségek is adódnak, amire ez a konferencia is remek alkalmat kínál. 3 évvel volt egy komolyabb beruházásunk, egy ilyen nagyobb csarnoképítése, ami közel 4500 négyzetméter, amit ugye nem csak a mai kornak megfelelően, hanem miért szélesítettük a értékesítési bázisunkat. És azért, hogy a főispánó is mondta, meg tudjuk azt, hogy mióta a Covid megjött, a közel 3 éve, akkor mindenki kicsit megállt és kicsit vár, gondolkodik, hogy milyen irányba megy a gazdaság, hogy kicsit erőt vegyünk magunknak. Az eseménynek az acélkereskedő tagvállalat adott otthont, melynek kiemelt jelentőségű ez az összejövetel. Ugye én a 70-es években ugye mezgépnél tanultam, és nem ezért vagyok a lokálpatriótra, hanem nekünk ugye vevőink nagy része, hogyha nem is nagyon sok magyar, de sok külföldi érdekeltségű, tehát itt ebből a közel 50 céggel, 40-nel kapcsolatban vagyunk, és nyilván ezeket kiszolgáljuk alapanyagokkal, vágott alkatrészekkel, egyebekkel, és egyéb vannak egy közülések, és én mindig szoktam azt mondani, hogy jöjjünk össze, beszélgessünk kicsikét, cseréljünk eszmét, tudjuk azt, hogy ki milyen irányba megy. A Mezőgépgyártók Országos Szövetsége több mint 50 tagvállalattal rendelkezik, melyhez kutatóintézetek is társulnak. A Mezőgépgyártók Országos Szövetsége elsősorban a mezőgazdasági gépek, technológiák fejlesztésével, gyártásával és piacra juttatásával foglalkozó cégeket fogja össze, most már idestova több mint 30 éve. A fő célkitűzésünk, hogy megkönnyítsük a tagvállalatoknak a munkáját, és ahhoz is kitűnő alkalom ez a mai kis konferencia. Az idei fókusz téma a gyártás és gyártástechnológia köré csoportosult. A géptervezés és gyártástechnológia területén számos kihívással kell szembenézni, amelyek hatással vannak a termelékenységre, minőségre és versenyképességre is. Alapvetően igen, nekünk a hazai gazdákra is különösen figyelemmel kell lenni, de azt tudni kell, hogy amit megtermelünk, előállítunk gépeket, több mint a 80%-a határon túl kerül értékesítésre, tehát nekünk ugyanúgy van a figyelmünk a külpiacokra, mint a belföldi piacra. Jelenleg a szorosabb tanácsadás, a közelséget kihasználó vevőszolgálat, tanácsadás, amivel tudjuk a hazai agráriumot segíteni. A MEGOSZ elnöke kitért arra is, a meghirdetett pályázatok lehetőséget biztosítanak majd a kis, közepes és nagy gazdaságok számára egyaránt, hogy az elmúlt 2 év gazdasági piaci változásaira reagálva a termelésüket hatékonyabbá tegyék, vagy akár a több lábon állás irányába nyithassanak.